Köszöntöm a Törzsasztal nézőit. Itt vagyunk a Roosevelt téri halászcsárda gyönyörűen felújított konyhájába, és a szokásos partnerem Kádár Németh Matild, a Fehértói halászcsárda konyhafőnöke a segítségemre lesz, hogy láthassák a vendégeink, láthassák a nézőink, hogy milyen finom ételeket lehet ebbe a világszínvonalú konyhába készíteni, és egy közkedvelt ételt fog most bemutatni, ugye, aminek a neve az az, hogy paradicsomos risotto köretet fogunk készíteni a fekete kagylóhoz, és ez a fekete kagyló, ez egy nagyon népszerű ennivaló. Ami nagyon fontos, hogy ha valaki vesz ilyet, ugye nem szabad, hogy ki legyen nyílva, csak zárt kagylóknak szabad lenni. Igen, azt ki kell dobni sajnos, ami ki van nyílva, tehát. Így bizony. Igen. Osszuk el, én a könnyebbik felét fogom választani, én megfőzöm ezt a nagyon finom fekete kagylót, és te meg a risottót elkészíted. Azért még azt mondjuk el, hogy ennek az eredeti neve tulajdonképpen ez kék kagyló, de valamiért a fekete kagyló néven terjedt el, és ugye honosodott meg mi nálunk. A főzővizembe rakok egy kis fehérbolt, egy kis babérlevelet, egy kis citromot, hogy még ízesebb legyen. Jó, én meg akkor neki fogok a risotto készítéséhez. Akkor hátra vonulhatunk a sparhethoz. Igen, én nekem még itt egy pici előkészületi munkák vannak, azaz vágnom kell finomra egy kis vöröshagymát, és higgyék el nekem, ez kesztyűben nem olyan könnyű finomra vágni, tehát félek, hogy levágom a kesztyűmnek a végét. A risottót megint csak egy olyan ételünk, amit szerintem nem nagyon ismerünk még, és ezért nem is készítünk mi háziasszonyok, én úgy gondolom otthon, pedig hát egy nagyon finom étel, és egy végeredmény, amit fogunk kapni, de én igyekszünk most azon lenni, hogy ezt megszerettessük önökkel, és megismertessük, ami nem utolsó sorban lényeges. Tehát, ami nagyon fontos, most tulajdonképpen elkészítettem mindenféle hozzávaló, a nyersanyag itt van előttem, nagyon fontos, hogy kerekszemű rizst használjunk, ennek alacsonyabb a keményítőtartalma, és úgymond könnyebben al dente-re lehet főzni, mint ahogy a tésztánál mondjuk, de itt tényleg nagyon fontos, hogy ezt is egy kicsikét keményre roppanos, szoktad mondani, te restre főzzük, tehát nagyon fontos ez. És még ami a következő, hogy egy elég vastag falu, illetve aljú edényben tegyük ezt föl, tehát fölteszünk egy kicsi olajat, hadd kérjek már ide bele. Köszönöm szépen, ez tökéletesen elég lesz, és ezt föl fogom hevíteni, szardella pasztát, tehát nem kell ettől félni, nyugodtan. Én nagyon szeretem, megmondom őszintén, nagyon sok mindenbe, sok nyersanyagba lehet használni, és ezt egy picikét pirítsuk meg, és ezután, hogyha ez itt mindjárt el tudom itt keverni, és úgymond kapott egy kis pörzsanyagot ez a kis olaj, akkor kérhetek bele egy kis fokhagymát. Hozom. Igen, mert ugye annak is ott a lényege, hogy egy pici pörzsanyagot kapjon a fokhagyma, azaz tulajdonképpen csak az olajunk egy kicsit fokhagyma ízű legyen, nem kell neki több. Csak egy ilyen kis gondolat. Innél picit még, legalább egy annyit légy szíves bele, és már halljuk is, hogy itt csak arra kell figyeljünk tulajdonképpen, hogy a fokhagymánk az azért ne égjen meg, és már is jöhet a rizs. Ó, hát így a profi mód, igen. És ezzel annyi a teendőm, hogy átmelegítem a szemeket, és közben már látszik itt mögötte, ugye, hogy egy zöldség alatt lé itt rotyog mellette, ami nagyon fontos, hogy folyamatosan forró legyen. Mindjárt kifehéredik a rizsünk. Még erről a zöldség alapléről azért annyit szeretnék elmondani, ezt akár a nézőknek is szívesen mondom, hogyha főznek otthon egy nagyon jó kis húslevest, azután azt leszűrték, azért ott marad a gyökérrépa, az a kis csontocska, meg egyebek. Érdemes azt fölönteni egy kis vízzel, utána ízesíteni, és ezt úgy szoktuk mondani, hogy másodleves, és ezzel a másodlevessel lehet sok dolgot, akár pörköltet fölengedni, vagy bármi olyan, majd vízzel szoktunk egyéb iránt. Hát amihez passzol, ahhoz ez a nagyon finom kis hús levest, ezt a másodlevest ragyogóan lehet használni. Közben megkérlek, ide öntöd nekem most már a finomra vágott vöröshagymát is. Nagyon jó, egy kicsit serceg ez is. És ezután egy kis fehérbort fogok kérni. Egy kis fehérbor, itt rejtegettem, mert kisporoltam a kagylóból, mehet bele? Igen. Jó, nagyon jó, köszönöm szépen. És innentől kezdve tulajdonképpen nagyon fontos az a risottónál, hogy amikor így a kanállal elhúzom a serpenyő alján, hogy egy percnél tovább ne legyen soha száraz. Tehát mindig egy kicsit nedves legyen a rizs.
És ugye, amit az előbb is elmondtunk, nagyon fontos még, hogy az alaplé ott rotyogjon mögötte, de hogyha felszívta a bor a rist, akkor most jöhet a héjától megfosztott kis kockára vágott paradicsomot. De ugye... Róla van szó, róla van szó. Bátran lehet itt is használni egy kis konzerv paradicsomot, akkor nem kell fillódni. Én lehet. Úgy gondolom, hogy annak a felét nyugodtan rá is tehetjük. Én legalábbis nagyon szeretem a paradicsomosat. Nagyon jó, és utána még arra kérlek, hogy egy kicsit... Tépkedjek valami zöldséget még? Igen, azt is majd, de először ízesíted, meg fűszerezed nekem, hogy nekem egy kis sót, borsot meg kérlek. És itt már is látszik, hogy föltívta a bort, föltívta a paradicsomot, és már is fokozatosan adom hozzá, nem egyszerre, hanem ennek az a lényege, hogy fokozatosan kell hozzáadni a folyadékot, hogy a rizs mindig egy kicsit ugye tudjon magába szívnia, mint az elején elmondtuk, ugye, hogy mivel hogy kevesebb keményítő tartalom van benne, és sokkal több folyadékot föl tud szívni, meg ugye fűszereket így is. Bizony. És akkor szerintem már fűszerezheted és édesítheted is befelé. Ugye a borsot nem olyan magasról szórom, mert csak... itt fogunk rüszkölni. Így, és akkor nagyon jó. És akkor közben, hogyha megkérlek szépen, tépkedem, jó sok bazsalikomot vágsz össze, húzok egyet a kanalammal, de már azonnal el is tűnik, ekkor mindjárt jöhet hozzá megint egy kis alap. Úgy. Igen, hát ez... No. És akkor szerintem te is lassacskán gyönyörűen elkészülsz. Áll a kagylóm. Ujjaj, gyönyörűen. Ú, most már az a zárt... Jaj, Istenem, ló kifelé belőle. Már nagyon jó. De. És ugye azt is mondjuk el, hogyha most mindjárt kiszedett belőle, hogy itt meg azokat kell sajnos kidobálni. Amik nem nyílt ki. Így van, amik nem nyíltak ki. Jó, és én azt hiszem, hogy el is zárom alatta. A végső mozzanat már csak az, hogy jó sok parmezán sajtot reszelünk, ugye? A legvégére. A legvégén bele. Szerintem tálalhatunk. És tálaljunk, így van. Elkeverem, és már lehet is tálalni. Itt a szökevény, látod? Igen. Kijött. Egy kis paradicsom. Ezt vágjuk el félbe. Jó, és jaj, nekem reszelsz parmezán. Én már nyomom is rá. Szépen. Ezt csak így tegyük ide. Megreszelem rá. Hát igen, ne kicsitált azért ez. Ez úgy jó, hogyha jó sok csípős. Ezzel már azért el lehet lenni. Ja, Istenem, Istenem. Hát akkor most már az a jó ebbe az egész főzésben, most neked is jutott, nekem is jutott. És akkor mind a ketten tudjuk. Így bizony. Tehát jó étvágyat kívánunk hozzá. Látogassanak meg minket a Roosevelt-téri halászcsárdába. Szívesen csinálunk ilyen nagyon finom fekete kagylót.